Már járható Dombóvár szőlőhegyen a Garai utca egy szakasza, az út egy részét már felújították. Egy felhőszakadás tette tönkre az utca burkolatát tavaly nyáron. A város önkormányzata a beruházásra egy Viszmajor pályázaton nyert 13 millió forintot. 800 folyóméter út tekintetében is csak a sávos helyreállításra, illetve az útpatka megújítására van lehetőségünk. Akkor is hiszem és látom a mögöttem elterülő, nagy részben már elkészült aszfaltosi munkák mentén, hogy nagyon nagy minőségi változás történik az itt élők életében. Az időjárás lassította a munka befejezését, de előreláthatólag április végére a már helyreállított úton tudnak közlekedni a szőlőhegyen élők. Nem ez az első útfelújítás Dombóvár ezen részén. 2020-ban közel 50 millió forintot költött a település önkormányzata ilyen jellegű fejlesztésekre. A Gárdonyi utca új aszfaltszőnyeget, új útpatkát kapott, de a Csokonai és a Kápolna utcában is történtek munkálatok. A városvezetés ráadásul további felújításokat tervez, így rendbe teszik a baleset veszélyessé vált tűzlepke sort, mert a felüljárónál az út szinte járhatatlanná vált, pedig így lehet Kapospulla felől megközelíteni a települést. Az elmúlt 20 évben nem történt annyi fejlesztés Dombóvár szőlőhegyén, mint az elmúlt egy évben, és ezt a munkát tovább szeretnénk folytatni, hiszen előző képviselőtestülésen döntött úgy a testület, hogy a Kapospullával összekötő szakaszt, a tűzlepke sort, melynek az útszakasz a külterületen volt, bevontuk belterületbe, ezáltal megteremtődött annak a feltétele, hogy tudjunk pályázni szintén annak az útnak a felújítására is. A Viszmajor pályázaton Dombóvár-Gunaras csapadékvíz elvezető rendszerének felújítására is nyertek forrást. Azt várhatóan májusban fejezik majd be. Az önkormányzat ezekhez a fejlesztésekhez 40%-nyi önerőt biztosít.